Az ingatlan két helységében bútorok, ruhaneműk és nyilászárók égtek mintegy 40 négyzetméteren. A kunszentmártoni, valamint a szarvasi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik három vízsugárral fékezték meg a lángokat. Munkájuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a tetőszerkezetre. A ház lakójának otthona lakhatatlanná vált, ezért neki a helyi önkormányzat biztosította elhelyezést.